Sziasztok! Itt vagyok végre a várva várt Beauty Room Tour videóval, amit már nagyon-nagyon sokan kértetek, és ígértem is, és most végre sikerült elkészítenem nektek. És ennek a videónak tulajdonképpen az a lényege, hogy megmutatom itt például a kis közegemet, ahol a videók is készülnek, illetve én itt szoktam a hétköznapokon is sminkelni, illetve a szobának a többi részét, nem túl nagy a szoba, úgyhogy nem lesz nagyon-nagyon sok minden mutatnivaló, de sokan kértitek, illetve ötletet is szeretnék ezzel adni, vagy inspirációt azoknak, akik esetleg szintén lakás, vagy szoba felújításba, átalakításba vannak, vagy szeretnének otthonra szintén maguknak egy kis sminksarkot. És akkor nem is húzom tovább a szót, mutatom is nektek a szobát, indulunk az ajtótól. Na, és akkor itt vagyok, most itt állok az ajtóban teljesen, és akkor először, ahogy belépünk, ahogy láthatjátok, itt van az én kis smink sarkom, illetve itt szoktak készülni a videók is, és van egy, sőt, igazából itt minden bútorikás, úgyhogy ezt nem is mondom, az Alexa fiókos elem, Limnom, vagy nem is tudom már, hogy kell kiejteni az asztallap nevét, és a legegyszerűbb két láb hozzá, és ugye azért nagyon jók ezek az asztalok szerintem, és nagyon tudom ajánlani, mert bárhogy lehet variálni, ugye kerülhet bal oldalra, hogy nálam van a fiókos elem, de hogyha úgy kényelmes, akkor a jobb oldalra is, ezt simán tudjuk variálni bármikor, illetve az asztallapból létezik egy hosszabb verzió is, tehát lehet akár két fiókos elem is az asztalláb, úgymond. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem ezt az asztalt, és nem is volt drága így összeállítani, úgyhogy csak ajánlani tudom. És akkor itt szoktam én a hétköznapokon sminkelni, a széki sikás, és ez egy ilyen gurulós, forgós, nagyon kényelmes szék, ezt is szintén csak ajánlani tudom. És akkor nézzük is meg közelebbről, most épp itt van a szép friss virágom, amit anyák napjára kaptam, a kedvenc virágom, a Lilium, ugye innen is ered a csatorna neve, a Lily Me Makeup, még nem nyílt ki, de majd nagyon szép lesz, mert ezek mind ki szoktak nyílni. Itt a sarokban most egy kis DIY díszítő elem látható, ami hát egy ilyen kis üvegcsébe beletettem tulajdonképpen ezüst szóró gyöngyöt kavicsot, meg egy kis ilyen, hogy hívják, ledégő sort. Itt találhatók az arcra való ecseteim, itt a szemre való ecseteim, egy tükör, egy kis lámpa, hogyha esetleg szükségem van rá, mert borúsabb az idő. Itt vannak a rúzsok, és itt van szintén egy DIY kép. Hogyha szeretnétek esetleg erről videót, akkor nagyon szívesen csinálok. És akkor így nagyjából ennyi most az asztal. A fiókokat csak gyorsan megmutatom, mert biztos kíváncsiak vagytok, hogy mi van benne, de nem fogom részletezni, hiszen ez most nem egy sminkkollekciós videó, csak azért megmutatom tárolás szempontjából. Itt vannak legfelül egyébként ez is IKEA-s, ez a kis rendszerező, ami benne van a fiókban. Itt vannak főleg az alapozó primerek, korrektorok, utána a bronzosítók, pirosítók, highlighterek, púderek, aztán a harmadik fiókban vannak a szemhéjpúder paletták, szempillaspirálok, a negyedik fiókban vannak főleg a monoszemhéjpúderek, műszempilla, és ott hátul a mindenféle szemceruza, meg ilyesmi. És a legalsó fióka szerintem elég kupis, itt mindenféle olyan dolog van, amit nem annyira használok, de azért jó, hogy itt van a közelben. Tehát nagyjából ennyi. És akkor a polcos elem pedig egy sima könyves polc, illetve kettő darab könyves polc, egyébként hátulja is van, csak ezt nem tettük föl, mert nekem itt nincs szükségem rá. És a legfelső polcon vannak a könyveim, amiket gyakran olvasok. Akkor itt ugye közös képünk, meg mindenféle ilyen kütyű-mütyű, hajgumi, fülbevaló ilyesmi. Akkor ezek itt főleg ugye díszítő elemek, amik a videómban ugye szoktátok látni, és illetve itt vannak a
parfümjeim, ezeket használom hétköznap, és alul meg mindenféle káoszos a helyzet, ahogy láthatjátok, itt még nem annyira rendszereztem a dolgokat, de ez mind olyan dolog, ami kell, hogy itt legyen kéznél, nem tudom jelenleg szemben tárolni, de mindegy. És akkor fönt is van még pár dolog, de ugye tudjátok, hogy nem olyan rég költöztünk be, úgyhogy igazából még folyamatosan szoktam variálni mindenre, hogy mit, hova, hogyan teszek, hol tárolok. És akkor itt van még egy kis gurulós elem, ami szintén ikás, kis díszítés rajta. Ebben a fiókokban még nem is igazán tárolok konkrétan semmit, nem alakult még ki, hogy mire fogom használni, de biztos, hogy kelleni fog, úgyhogy jó, hogy itt van. Illetve mivel gurulós, nekem jól jön, hogyha itt videózok, akkor ide tudom húzni, hogyha épp szükség van rá. És akkor itt vannak a fotós lámpáim, két darab ernyős lámpa és kameraállvány. Ugye ennek is itt kell lenni kéznél, hiába nem valami szép látvány, de hát végül is ott pont jól elfér. És akkor, ha megfordulok, ugye ott van az ablakunk, itt van egy kis pihenőágy, egyébként ez egy kihúzható ágy, tehát aludni is lehet rajta, itt van egy kis éjjeli szekrény, mindenféle dologgal most épp rajta, szintén IKEA-s. Egyébként majd megpróbálom a bútoroknak a linkjét összeszedni az IKEA honlapján, és akkor beteszem nektek, hogyha valakit érdekel. A plédet pedig a Pepco-ban vettem, és annyira szeretem, nagyon jó puha, és tök jó olcsó volt, úgyhogy csak ajánlani tudom. Ezt a két díszpárnát még Szegeden vettem egy virágboltban, ilyen virág és dekorációs boltban, úgyhogy ez ilyen egyedibb talán, ezt nem tudom, hogy hol lehet még ilyet beszerezni, a többi párna szintén ikás, az ágyat azt csináltattuk, van itt egy ilyen kis szőnyeg, hát igazából nem sok értelme van, mert csak annyira fogja a port meg a hajat, de mindegy. És akkor itt van két ruhásszekrény még, ebben tárolom én főleg a ruháimat, itt van egy kis komód, ami főleg ilyen fehér neműs komód tulajdonképpen, meg egy kis díszítés a tetején, és itt van még egy szekrény, ez pedig Robi használja, és tulajdonképpen ennyi a kis smink és pihenő szobám, vagy szobánk. Ja, és itt lesz még egy ugyanolyan éjjeli szekrény, mint ott volt a sarokban, csak ezt még nem szereztük be az IKEA-ból. Ja, és itt az ágy fölött pedig van egy ilyen nagyon szép zebrás kép, ami nekem nagyon megtetszett és megvettem. És itt valószínű még az ágy meg a kép között majd szeretnék valami kis DIY díszítő elemet még készíteni. Még nem tudom, hogy mit, majd egyszer csak megszáll az ihlet és akkor elkészítem. És akkor ennyi. Ez egy ilyen kis pici, de praktikus szoba. Én egyébként nagyon szeretem a kisebb tereket, és inkább legyen több funkciós. Mindig szoktam rendezgetni. Úgyhogy biztos, hogy egy fél év múlva, egy év múlva megint tudok majd nektek újat mutatni. És akkor most ennyi lett volna ez a room tour videó. Remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha van bármi kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel kommentbe. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kérlek, ne felejts el feliratkozni a csatornámra, hogyha nem vagy még feliratkozva a rendszeres videókért. Legyen nagyon szép napjaitok. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok. Sziasztok!